Légy óvatos. Ez az ábrás gyerek egyszer még bitófán végzi. Neked más utad van. Aztán mit termett nekünk ez a sok becsület? Csak adósságot. Hót lesz az ártatlan. Most megint árt a bűnös. Csak elgondoltam, hogy milyen jó most nekem. Csak nehogy a talpa alatt ficsüljön a szél. Aztán ugyanilyen rossz lesz, ha vége lesz. Sose lesz vége. Vendégünk Juhász Anna és Somosi Barbie. Sziasztok, köszönjük, hogy eljöttetek. Sziasztok. Jó estét, sziasztok. Ahogy már említettük, március 14-én egy nagyszabású irodalmi estre készültök a Várkert bazárban, melynek főszereplője ki más lenne, mint Petőfi Sándor. Milyen szempontok szerint, vagy milyen szemszögből fogjátok megközelíteni Petőfi Sándor alakját? Hát Petőfi visszatérő hősünk már, ugye ebben a 6 éves sorozatban most már harmadjára lesz vendégünk, és olyan érdekes, mert azt hiszem, hogy mindannyian először valami kötelező jelleggel találkozunk vele, vagy ha csak simán kimegyünk bárhol egy utcára, egy térre, ugye nagyon sok városban, településen Petőfi Sándorra nevezik el ezeket a helyszíneket, de engem elkezdett érdekelni az, hogy vajon hány olyan ember van, aki élményszerűen olvas Petőfit, vagy aki azt mondja, hogy neki a kedvenc költője Petőfi. És ebből indultunk ki, mert évekkel ezelőtt is lépünk folyamatosan közelebb ehhez a 26 évet élt fiúhoz, és a mai programunkon, vagy amit most mutattunk be ezen a programon, ugye a központban ez az ember lesz, aki mindig szeretett, és aki valóban elfogadta és becsülte azt, amilye van, de azért mindig újabb és újabb célokat tűzött ki maga elé, ezért akár gyalog elindult országszerte vagy a Kárpát-medencébe, lett színész, lett író, oda mert lépni Vörös Martihoz, és mindig egyel tovább merészkedett, és én azt gondolom, hogy 200 év táblatában is elmondhatjuk azt, hogy azért sokunkért szólalt föl, vagy sokunkért írt, mindig tele szeretettel, és ez a szeretet, ami majd a estünknek a három részét, a beszélgetést, a felolvasó színházat és Barbie-nak a filmjét valamiképpen össze fogja majd fűzni. Barbie, tehát te is ott leszel, és ugye a Sose lesz vége című filmedet meg lehet tekinteni. Ez lesz a díszbemutató. Izgatott vagy már emiatt az esemény miatt? Nagyon, meg nagyon nagy megtiszteltetés, meg boldogság, és nem tudok elég hálás lenni tényleg Juhász Annának, hogy ez létrejöhetett, és az külön boldogság, hogy ott lesz az én mesterem, Koltai Lajos, akinek minden köszönhető, tehát hogy aki bennem is hitt ebben a témaválasztásban, Petőfi költeményében, ugye a Csaplárni a betyárt szerette című három verszakos műből inspirálódott ez a film, és én magam is, és igazából Petőfi ebben a költeményében arról beszél, hogy a szeretetlenség milyen tragédiákhoz tud vezetni, ugye cica féltékenysége, vagy hát mi cicának neveztük el a Csaplárnét, Szűcs Nelli alakítja őt a filmben, aki szintén jelen lesz ezen az esten, és nagyon izgatott, nagyon várja, beszéltem vele pont a napokban, és így tűzzel, lélekkel játszott ebben a filmben, ahogy egyébként az összes színművész, tehát ifjabb Vidnyánszky Attila, Patkós Márton, Revicki Gábor, Pogány Judit, tényleg sorolhatnám a végsőkig, Vas Judit, Gigi, Sipos Imre, tehát hogy Poroszlai Kristóf, nagyon sokan tűzzel, lélekkel hozzáálltak ehhez az ügyhöz, mert tényleg nagyon fontos ez a mondani való, hogy igazából ez az egész, és ezt talán úgy szoktam mondani, Koltai Lajos, amit életnek hívunk, ez a lényege, a szeretet, mindennek az origója a szeretet, és hogy Petőfi erről beszélt igazából ebben a költeményében. Ráadásul ez a történet a betyárvilágban játszódik. Mi az, ami téged vonzott ebben a millióban? Miért éppen ehhez nyúltál? Mindig nagyon izgalmasnak tartottam, meg úgy voltam vele, hogyha megadja az élet, hogy filmeket készíthetek, akkor szeretném visszapörgetni az időkerekét, és egy kicsit ebbe belenyúlni, megnézni az ő titkaikat, az ő világukat, hogy hogyan éltek ők. Ez ebben mindig is biztos voltam. Én egyébként díjugrattam korábban, apai ágon, meg minden felmenőm a hajdúságból származott, tehát tudtam, hogy engem nagyon érdekel ez a világ, és aztán rábukkantam Petőfinek erre a költeményére, és igazából sorsszerűen szépen építkezett a történet, és igazából kikötött ott, hogy most lehet egy ilyen díszbemutatónk.
és akkor te is Szűcsneli is ott lesztek majd ezen az esten, mert rajtatok kívül még azért igen neves embereket hívtatok beszélgetésekre. Kikkel, milyen beszélgetésekre számíthat majd az odalátogató közönség? Így van, és ahogy hallgatjuk már Barbit, amikor azon gondolkozunk, hogy milyen kapcsolata van a fiataloknak, vagy mindannyiunknak Petőfihez, akkor tényleg feléled az, hogy egy film is tud alakulni, és számos szálon tudjuk tovább gondolni Petőfinek a költeményeit. Ott lesz velünk még az egyik zeneszerzője a filmnek, Márkos Albert, aki amellett, hogy a film témáját fogja a maga hangszerén ugye bemutatni, de hozzá kapcsoltam a felolvasó színházi részhez, ahol meg Ador Jani, Bálint és Kacsó Hanga lesz a főszereplőnk, ugyanis mi nem sokára bemutatunk majd egy 26 év című felolvasó színházi zenés előadást, aminek ők a főszereplő, és ebből most először hozunk egy pici részletet, és én nagyon szeretem így a vendégeimet összekapcsoltatni, tehát ide Berci majd kapcsolódik, és akkor Bálinttal meg Hangával egy picit fel is élednek ezek a költemények, és akkor, hogy egy irodalmi esten, irodalmi beszélgetés is legyen. Itt lesz velünk Margócsi tanár úr, Margócsi István és H. János, mert azt gondolom, hogy ami még nagyon-nagyon izgalmas tud lenni, amikor egy íróról, egy szerzőről beszélgetünk, akár Petőfi Sándorról, akit mindannyian ismerünk, hogy egészen másképp gondolkodik egy író, egy alkotóember, és másképp egy tudós, egy irodalomtörténész. És hogyha a közönség, bízunk benne, nagyon sokan lesznek, 5-600-an, a közönség soraiban diákok, felnőttek, fiatalok, idősebbek is ülnek, ezt a két nézőpontot nagyon érdekes, ha megismerik, hogy hogyan gondolkodik, hogyan közelít egy költői életműhöz egy maga is alkotó és költőember, és hogyan egy irodalomtörténész. Úgyhogy sok mindennel várjuk majd a vendégeket, és bízunk benne, hogy minél többen velünk lesznek. És akkor arra a kérdésre is megkapjuk majd a választ, hogy mit üzenhet Petőfi költészete, életműve a fiataloknak. Erről mit gondoltok? Röviden. Hát nekem mindenképpen azt, hogy merjük bátran vállalni az érzéseinket, az érzelmeinket, beleállni akár a harcokba. Tehát, hogy nekem a bátorságot az ő lánglelkűségével, a szenvedélyt, azt, hogy igenis lehet így élni tiszta szívvel. Nekem pedig azt, hogy ugye annyiszor elmondtam, 26 éves volt ez a fiú, amikor meghalt, 7 év a karrierje. Alig, most túlzásan mondom, picit több, mint egy kamasz fiú, amikor elkezdi azokat a verseket írni. Tehát egy fiatal, 10 éves srác, aki kiírja magából a szépséget, a szeretetet, a fájdalmat, a céljait, a vágyait, amit mi azóta is felhasználunk, gondoljunk kedvencként mondjuk az Őrültre, micsoda erő van abban a versben, és beemeli a beszédnyelvet elsőként a magyar irodalmi nyelvbe, ami nagyon fontos. Ugye ezek nagyon olvasható, szeretettel teli versek, és hogy egy fiatal srác írta, akinek a hangja szinte máig él. Úgyhogy bőven lesz témátok majd 14-én. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Köszönjük, hogy itt voltatok, sok sikert. Köszönjük szépen. Okay.